Senki sem gondolta volna február 24-én, hogy nem egyszerűen konfliktus háború jött létre Ukrajna és Oroszország között, hanem lezárul egy korszak és egy új szakaszába lép az európai történelem, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ez a háború nem csak a frontokon zajlik, hanem a világgazdaságban is. Két nagy csata lesz itt, ebből az elsőt éljük most, ez az energiáért, a megérhetési költségekért, az elviselhető rezsiárakért folytatott küzdelem, de lesz itt harc majd a munkahelyekért is. Mert minden előrejelzéseimből dolgozom, nemzetközi tanulmányok, elemzések azt mutatják, hogy a szankciós politika és a háború együttes hatása miatt az európai gazdaság recesszióba lép. A háború miatt az áram ára az ötszörösére, a gáz ára pedig a hatszorosára emelkedett a világpiacon. Hogy legyen elég fűtőanyag a téli hónapokban, meg kell növelni a hazai földgáz kitermelés mértékét is másfél milliárdról két milliárd köbméterre, emellett további 700 millió köbméter gázt kell külföldről beszerezni. Az energiahordozókra kiviteli tilalmat rendelt el a kormány, illetve a lignit kitermelés fokozását is kérte. A reggeli interjúban a miniszterelnök kitérte a kata adózási rendszerre is. Mint mondta, tíz évvel ezelőtt egy egyszerű és kezelhető adózási formát szeretett volna létrehozni a kormány olyan kisvállalkozásoknak, amelyek a lakosságnak nyújtanak szolgáltatást. Ezt azonban a cégek kihasználták, így ma 450 ezer katásból körülbelül 300 ezeren csupán egy cégnek számláznak, tehát valójában színlel szerződéssel dolgozik több százezer munkavállaló. Most, hogy háború van, és háborús gazdasági logikában kell gondolkodnunk, egész egyszerűen ez nem fér bele. És nem a költségvetés miatt nem fér bele, hanem a nyugdíjrendszer miatt nem fér bele. És a katások sokkal kevesebb nyugdíjat fizetnek, mint hogyha valóságos munkaviszonyban látnák el a feladatukat. Orbán Viktor arra kérte a katásokat és a rezsicsökkentéssel működő háztartásokat, értsék meg azt, ami most történik, és segítsenek abban, hogy egy ilyen háborús helyzetben az ország működőképességét, az emberek életszínvonalát, munkahelyét, a nyugdíjakat meg lehessen védeni.